Minden bizonnyal már 1971-ben találkoztunk, mert volt Gyurinak egy olyan sikeres, nagyon sikeres, túlságosan sikeres rendezvénye, illegális rendezvénye a Balatonon, egy kápolnában, ami országos hírt, országosan akkora nagy botrányt keltett egyes felső vezetés körökben, hogy Gyuri akkor, vagy már azelőtt is, lehet, hogy már azelőtt is voltak jó ötletei, illegalitásba került, tehát arról, és én is ott voltam, a Gyuri, úgy emlékszem, hogy a Gyuri úgy emlékszik, hogy én ott voltam, mert én arra nem emlékszem, hogy ott voltam, de nincs kizárva, mert nagyon nyakig benne voltam annak idején az ilyen, az események nagyon érdekeltek, és szinte minden eseményen feltűntem. És aztán a 80-as évek, 75-ben megalakult a VHK, teljesen világos volt, az első koncertünket félbeszakították, betiltották a zenekart, és a 80-as évek elején, de attól még mi rendszeresen föléptünk, a 80-as évek elején pedig összetalálkoztunk Gyurival, nem is tudom, hogy ki hozott össze bennünket, vagy csak összetalálkoztunk valami másik eseményen, de akkoriban kialakult egy jó kapcsolat közöttünk, úgyhogy én gyakran följártam hozzá, zenéket vettem föl tőle, és nagy zenegyűjtő voltam, és neki sok érdekes anyaga volt. Jó kapcsolatai voltak a Nyugattal, tehát, és más kapcsolatai, mint nekem, és ez is nagyon érdekes volt. És aztán ő felvetette, amikor a zenénket hallotta, és hát az akkor annak idején, még a 80-as évek elején az óriási nagy újdonság volt, és váratlan kihívás, úgyhogy az értelmiség az szinte egy az egyben látogatta, minden VHK koncerten ott volt, és a Gyuri is volt VHK koncerten. Lényeg az, hogy fölajánlotta, mivel tudta, hogy a fellépéseinket hivatalosan betiltják, illetve meg akarják akadályozni, hogy milyen jó lenne, hogyha telefonon egy közös koncertet tartanánk, és ő tudja biztosítani a technikai feltételeket, hogy egy nyugati zenekarral együtt koncertezünk telefonon keresztül. Tehát ők ott zenélnek nyugaton, mi itt zenélünk középen, Közép-Európában, és a telefonon keresztül valahogy mégiscsak halljuk egymást, hogy mit játszik a másik, és akkor így zenélünk együtt. Akkor már nagyon régóta fennálltunk, ugye 75 óta, 8 éve, és hát meg voltunk róla győződve, hogy olyan szigorúan bevőt írt, hogy soha semmi nem jelenik meg, de ez egy illegális lap volt, az Artful Letters, a Gyuri égisze alatt, és itt a Dugó egy olyan cikket írt, ami nagyon közel áll hozzám, a mai napig is szoktam idézni, mert egyik a legjobban sikerült, a véleményem szerint, a legközelebb került ahhoz, hogy a VHK lényegét érzékeltesse. És így ennek során merült föl az, hogy a barátságunk kapcsán merült föl az, hogy együtt gondolkodtunk, már volt egy olyan eseményünk, amit ő hozott létre, és akkor ő vetette föl, hogy ezeken a véletlenszerű hangokat hallató szobrokon van lenne kedvünk zenélni, és amikor mondtuk, hogy mi az, hogy, mert nekem mindig is nagyon érdekelt az, hogy hogyan lehet a tárgyakat megszólaltatni, hogyan lehet megszólalásra bírni, hogy a saját belső világukat mondják el, mert én úgy éreztem gyerekkoromtól kezdve, hogy a tárgyaknak egy olyan belső világa van, ami egy életet hordoz, és egy tudatosságot hordoz, csak nagyon más az egyéniségük, mint az embereknek, de éppen ezért rendkívül vonz, és rendkívül izgalmas, és gondolom, hogy annak idején az ősember is így fedezte föl az első hangszereket, ahogy én állok hozzá, a gyermeki kíváncsisággal és barátsággal, testvériséggel a tárgyakhoz, tehát, hogy szeretném megérteni, hogy ő mit mond, nem csak azt, hogy én mit mondok, hanem ő mit mond, és hogy mi a saját véleménye, és gondolom, hogy az ősember is annak idején még elfogulatlan elmével így állt a tárgyakhoz, és szerette volna megszólaltatni őket, hogy mondják el, hogy mit éreznek, mi van ott belül, és ennek a tárgyak iránti emberi szeretetnek a megnyilvánulása volt az, hogy megszólalásra bírták a köveket, a fákat,
a látszólag élettelen lényeket, és ezek aztán csodálatosan válaszoltak, mert amikor hangszerekké váltak az ősember kezében, akkor tényleg énekelni kezdtek, és amikor a saját éneküket éneklik, nem azt, amit az ember rájuk erőltet, na hát az az igazi, és ebbe láttam a nagy lehetőséget, hogy most itt vannak egy fizikai alapon véletlenszerűen zenélő tárgyak, de hogyha azzal a kíváncsisággal fordulunk feléjük, ami a tárgyakat emberszámba veszi, testvérnek tekinti, és kíváncsian megpróbáljuk belőlük kihozni azt, amit ők akarnak mondani, és a hangjuk után megyünk, tehát azt szerint, hogy ők hogy válaszolnak, azt szerint nem a mi elképzelésünket erőltetjük, hanem azt, hogy ők milyen váratlan hangszínt tesznek hozzá, milyen újat tesznek hozzá, hogy így ennek révén még jobban képbe legyünk, és még jobban megszólalásot, hogy ki tudjuk csalni belőlük azt, hogy ők milyenek valójában. És akkor ezért látszik is, annak idején készültek fényképek, és hát ezek a fényképek egészen rendkívüliek, mert látszik az az egész rendkívüli hozzáállás, az a rendkívüli átszelleműség látszik mindenkinek az arcán az egész zenekarból. Ez a félelmet, ez zenekar, aki be van tiltva, ott látszik ezeken a képeken, hogy milyen tisztasággal leborultunk a tárgyak előtt, és úgy tártuk föl gyermeki kíváncsisággal azt, hogy mire illik ezeknek a tárgyaknak a mélyén. És tényleg mi számunkra sokkal többet jelentett ez az esemény, mint hogyha úgy fogtuk volna föl, hogy na hát itt egy avantgárd esemény történik, egy happening, ami a 20. századi művészetnek egy vonala, és akkor itt a tárgyakon mi majd valami snob művészetet fogunk végrehajtani, ami majd tetszeni fog a snoboknak. Ugye mi nem így fogtuk föl, nem úgy, hogy itt valamiféle csörömpölésre ad alkalmat, bár a csörömpölésben mindig van egy gyermeki lármázás, hanem így átszellemülten, és ezért sokkal többet jelentett a számomra, mint szerintem sok más ember számára, mert a számomra egy újabb kapcsolat volt azzal a nagyon gyermeki és emberi világgal, ami a tárgyak mélyénről ki akar törni, úgy érzem. 80-as évek végén már nem voltunk annyira betiltva, illetve már akkor nem avatkoztak közvetlenül be, és utána már módunk volt arra, hogy összegyűjtsük az anyagokat, és a Gyuri meg is kért arra, hogyha van esetleg olyan anyagom, ami neki nincs meg a gyűjteményében, a VHK-ról, akkor vigyem be, és akkor ennek során is voltam ott a Liszt Ferenc téri irodában. És hát azóta is kapom a tájékoztatókat a Gyuri életének sok jelentős eseményéről, és így aztán egy kicsit azt is mondhatom, hogy még mindig képben vagyok, és hát így most már nem tartjuk úgy a kapcsolatot, mint annak idején a régi fényes időkben, de azért most is ugyanígy gondolok rá, és hát a kapcsolat továbbra is ugyanilyen eleven bennem, mint ahogy ugye az embernek a fontos élmények mindig eleven élnek benne.